Közeleg a határidő. A fiatal gazda pályázat nyertesei október 21-ig adhatják be kifizetési kérelmeiket a mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatal webes felületein. Növekedés a lakáspiacon. 25%-kal nőtt a lakáseladás a tavalyi évhez képest Nyíregyházán. Az árak 15%-kal magasabbak. Gyermekvédelmi szolgáltatás. Családok átmeneti otthona épült Vaján. A beruházást egy gazdasági társaság valósította meg uniós forrás bevonásával. A fiatal gazda pályázat nyertesei október 21-ig adhatják be kifizetési kérelmeiket a mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatal webes felületein. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! A kérelmek beadása előtt mezőgazdasági vállalkozóvá kell válniuk a nyerteseknek, amire elektronikus ügyfélsegéden keresztül van lehetőségük. A mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kirendeltségének vezetője kérdésünkre elmondta, idén több szabálytalanságot is tapasztaltak a nyertes pályázók anyagaiban, amik hatósági eljárást vonnak maguk után. Országos szinten mintegy 7000-en pályáztak a fejenkénti 12 millió forintnyi Európai Uniós támogatásra. A 3000 nyertes egyharmada Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pályázó, akik várhatóan még az idei évben megkapják a támogatási összeg 90%-át. Azt követően január 1-től kezdődik meg az 5 éves működtetési időszak. Most jön a neheze a megvalósítási időszaka, ami most azzal kezdődik, hogy október 21-ig be kell adni a kifizetési kérelmeket a 40 ezer eurós elnyert támogatásra, ami most azzal kezdődik, hogy egyéni vállalkozó igazolványokat kell váltani mezőgazdasági termelő tevékenységre. A fiatal gazdák számára a megvalósítási időszakban többnyire a jogszabályi kötelezettségek betartása jelent nagyobb problémát, tette hozzá az ügyvezető. Amennyiben a nyertesek nem felelnek meg a követelményeknek, a támogatási összegek részleges vagy teljes visszafizetésével szankcionálják a fiatal gazdákat. Kovács Lajos, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kirendeltségének vezetője kérdésünkre elmondta, az idei évben több szabálytalanságot tapasztaltak a nyertes pályázók anyagaiban, amik hatósági eljárást vonnak maguk után. Voltak olyan pályázók, akik nem valós dokumentumokkal igazolták a szakképesítésüket. Az intézetek, oktatási intézeteket az MVH megkereste, jogsegélyszolgálat keretében 174 pályázó esetében igazolódott az be, hogy valótlan dokumentumokkal akarta a végzettséget igazolni. Ez volt az egyik komoly probléma az évben. A másik pedig ugye a mesterséges körülmények megteremtésének feltételei, amikor egy és ugyanazon lakcímre állandó tartózkodási helyként három vagy több pályázó jelölt meg olyan lakcímet, amivel kedvezőbb pontozást érhetett el a pályázat bírálatánál. A kirendeltségvezető hozzátette, a csaláson kapott nyertesek támogatásait nem fizetik ki, azokat várhatóan az alacsonyabb pontszámmal pályázók között osztják majd szét. 25%-kal nőtt a lakáseladás a tavalyi évhez képest Nyíregyházán, derül ki az egyik ingatlan közvetítő iroda felméréséből. Nem csak a darabszám emelkedett, az ingatlan árak a tavalyihoz képest 15%-kal magasabbak, átlagosan 160 ezer forint a négyzetméter ár. Egy hatvárosra kiterjedő felmérés szerint nem csak a fővárosi, hanem a vidéki lakáspiac is növekedésnek indult az idei évben. Az ingatlanok eladási ára is emelkedett, főleg azért, mert az eladók nem nagyon engednek az árból, így a lakások többsége a meghirdetett összegért talál gazdára. A téglalakások olyan 160-180 ezer forint között vannak, a panel valamivel, de nem túl számottevően egy 10%-kal olcsóbbak. A családi házak iránt elég alacsony most a kereslet, tehát nem kifejezetten ez a piacnak a döntő része manapság. A tavalyihoz képest a családi házaknál is egy icipicit emelkedett a nézetméter ár, de azt nem éri el a 10%-ot sem igazából. Viszont az eladási árak azok a tavalyihoz képest egy ilyen 14-15%-kal magasabbak. Statisztikai adatokból kiderült, hogy 10-ből 4 vevő vásárol ingatlant befektetési és hosszú távú bérbeadási céllal.
A lakás az egy örök érték, és mostani tendencia szerint, amit most megvett, az 10 év múlva valószínűleg sokkal többet fog érni, tehát jobban kamatozik, mint hogyha bankba vagy bárhol, mert milyen pénzintézetbe tenné be. Tehát befektetés. Akár magánemberként is egyet vett, de az, ha eladásra kerül a sor, azt el fogja tudni adni, és magasabb áron fogja tudni eladni, mint ahogy most megvette. Jelenleg az ingatlan keresők nagy részének elsődleges célja, hogy 9 millió forint alatt találjon új lakást. A nem befektetési céllal ingatlant vásárlók döntő többsége a fiatalabb korosztályhoz tartozik. Családok átmeneti otthona épült Vaján, a beruházást egy gazdasági társaság valósította meg uniós forrás bevonásával. Az új intézményben olyan kisgyerekes családokat tudnak elszállásolni, akiknek a lakhatása valamilyen ok miatt veszélybe került. A szolgáltatás egyik legfőbb célja, hogy a hatóságok ne emeljék ki a gyerekeket a nehéz helyzetbe került családokból. Több ágyas szobák, fürdőszobával, közösségi terek, modern konyha. A Remény Családok átmeneti otthonát a legkorszerűbb eszközökkel szerelték fel. Az épület 39 férőhelyes, az intézményben olyan kisgyerekes családokat tudnak elszállásolni, akiknek valamilyen ok, például eladósodás vagy akár családon belüli erőszak miatt a lakhatása nem biztosított. Az intézmény még csak most kezdi működését, már látszik, hogy igény van rá a térségben. Jogszabály szerint családok átmeneti otthona, tehát családok is jelentkezhetnek. Nyilván azért az tapasztalat, hogy általában, ahol a férj nem bántalmazó, vagy nem bűncselekmény miatt esetleg a családot űzi el otthonról, ott általában addig, amíg az apa apaként tud viselkedni, és az apai szerepet betölti, nem kerül erre sor. Tehát nagyrészt inkább anyák jelentkeznek gyerekekkel. Az avató ünnepségen Kovács Sándor országgyűlési képviselő arról beszélt, a családok hatékony védelme érdekében 2016-tól a kormány összevonja a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokat. Gyakorlatilag a két eddig önálló működő szakszolgálat nagyjából azonos halmazon, hátrányos helyzetű gyerekeken és az ő családjukról gondoskodott vagy figyelte, ezért a kormány most úgy döntött, hogy ez egy intézményi típus lesz, így sokkal könnyebb lesz a gyerekre és a családra egyszerre figyelni, de ez az intézmény, ahol most vagyunk Vaján, ezt a típusú igényt is kiszolgálja, sőt azt gondolom, hogy rugalmasan is szakmailag még jobban odafigyelve gondoskodik a családokról. Sok ilyen kell a térségben, azt gondolom, ennek különlegessége, hogy egy LIDER pályázatban egy non-profit Kft. Nyert, tehát gazdasági társaság folytat szociális szolgáltatást, ez a kicsit különlegessége a helyzetnek. Az új intézmény átadó ünnepségén jelen volt Baracsi Endre közgyűlési alelnök is, aki kérdésünkre elmondta, a hamarosan megnyíló terület- és településfejlesztési operatív program keretében önkormányzatok pályázhatnak majd ilyen jellegű beruházásokra. A megyei önkormányzattól ugye a top források hamarosan elérhetővé válnak, reményeink szerint tényleg most már október második felében a pályázati felhívások megjelennek, és a támogatási kérelmeket be lehet majd nyújtani, és ezen pályázati felhívások között lesz olyan lehetőség, ahol az úgynevezett nappali szociális ellátások támogatására lehet majd a támogatási kérelmeket benyújtani, úgyhogy mindenképpen lesz majd lehetőség arra, hogy ilyen és ehhez hasonló beruházások a későbbiekben megvalósuljanak. A rendezvényen elhangzott továbbá, a Remény Családok átmeneti otthon szakembereinek célja, hogy a gyerekeket a nehéz körülmények ellenére ne emeljék ki a hatóságok a családból, valamint az, hogy a szülők felkészüljenek újra az önálló életre. Gázpalack robbant fel egy nyírkarászi családi ház konyhájában vasárnap délelőtt, az épület nagy része összedőlt. Tűz nem keletkezett a robbanáskor, viszont egy ott lakó férfi súlyos sérüléseket szenvedett, őt a mentők kórházba szállították. Az épületben több gázpalack is volt, a detonációt a kiáramló gáz okozhatta. A Baktalórendházi katasztrófa védelmi őrs tűzoltói egy lángoló 11,5 kg-os palackot hoztak ki az épületből, majd a közműveket kizárták és átvizsgálták az ingatlant. A robbanás következtében az épület lakhatatlanná vált, az ott élő három ember rokonoknál helyezkedett el. A robbanás pontos okát még vizsgálják, tájékoztatott a megyei katasztrófa védelmi igazgatóság.
Fának ütközött egy autó Ófehértó közelében a hétvégén. A jármű vezetője egy jobbra ívelő kanyarban elvesztette uralmát a jármű fölött, letért az úttestről, jobb oldalával fának ütközött, majd visszacsapódott az úttestre. A sofőr megsérült, őt a mentők kórházba szállították. A műszaki mentés idejére az útszakaszt rövid időre lezárták. A nyíregyházi rendőrkapitányság vizsgálja a baleset körülményeit. Több száz kilogramm illegális fémet találtak a NAV pénzügyőrei egy illegális telepen Ibrányban. A pénzügyőrök és a rendőrök közösen ellenőriztek egy családi háznál, ahol 3 köbméternél is több fémhulladékot találtak, amelyet láthatólag lakossági háztartásokból gyűjtöttek be. Az elkövetővel szemben korábban több alkalommal indult eljárás illegális fémhulladékok felvásárlása miatt. Mivel a magánszemély fémkereskedelmi engedéllyel nem rendelkezett, ezért a 670 kg háztartási fémhulladékot lefoglalták. Az eljárás során akár több százezer forint fémkereskedelmi bírság is kiszabható, a lefoglalt fémhulladékot a NAV elektronikus árverésen értékesíti. Jövőre már csak azok kaphatnak érettségi bizonyítványt, akik 50 óra közösségi szolgálatot teljesítettek. A folytatásban erről is szólunk, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. Második hazai mérkőzését is megnyerte a Malsó Nyíregyháza. A férfi kosárlabda bajnokság 3. fordulójában lejátszott mérkőzésen Sitku Ernő együttese 84-78-ra győzött a Pécs ellen. A nyíregyháziak a következő fordulóban Szolnokon lépnek pályára. Szerdán a labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulójában az NB1-es Békés Csabát fogadja a Kisvárda Masztergúd. A mérkőzés 14 órakor kezdődik a Várkerti pályán. A várdaiak szombaton felkészülési meccsen 4-0-ás vereséget szenvedtek Debrecenben. Jövőre már csak azok kaphatnak érettségi bizonyítványt, akik 50 óra közösségi szolgálatot teljesítettek. Közösségi szolgálatnak csak olyan tevékenység számít, amiért a diákok nem kapnak fizetést, és társadalmilag hasznos. Ilyen lehet egészségügyi, szociális, kulturális vagy természetvédelmi munka. A szolgálat célja a társadalmi kohézió és a generációk közötti kapcsolat megerősítése. Azoknak a diákoknak, akik 2012. szeptemberében vagy később kezdték a középiskolát, 50 órás közösségi szolgálatot kell teljesíteniük, enélkül érettségi bizonyítványt sem kaphatnak. Ez lehet egészségügyi, szociális, kulturális vagy akár szabadidős tevékenység. Az egyik ilyen lehetőség Nyíregyházán bábok készítése gyermekekkel foglalkozó szervezeteknek. Jelenleg két alapítványnak készítünk új bábokat, az egyik a Down Egyesület, a második pedig a Mosolygó Kórház Alapítvány. Mind a két szervezet gyerekekkel, illetve fiatalokkal foglalkozik, az egyik betegekkel, a második pedig fogyatékkal élő személyekkel, és számukra készítenek itt a fiatalok 3 óra keretében új bábokat. Ezen kívül a szervezetünk, a Kalamáris Egyesület egy pályázat keretében vállalta azt, hogy a civil szervezeteket, illetve a diákokat összehozza, kereslet-kínálat alapon, és közvetít a szervezetek, illetve a fiatalok között, hogy mindenki megtalálja azt a helyet, ahol a közösségi szolgálatot szeretné aktívan eltölteni. A diákok a regisztrált fogadóintézmények közül választhatnak, hol szeretnék teljesíteni a kötelező 50 órát. Csak olyan tevékenység számít közösségi szolgálatnak, amelyért nem kapnak fizetést, valamint társadalmilag hasznos. Nekem már majdnem betelik a szolgálatom. Én azért ezt választottam, mert viszonylag jó a kézügyességem, és nagyon szeretnék segíteni ezeken a gyerekeken. Meg szerintem remek ötlet, hogy így játékokkal felkeltsük a figyelmüket, lekötni őket, és nekik is legyen örömük az életben. A nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium diákjai körében a közösségi és kulturális programok a legnépszerűbbek, de sokan választják az állatbarát alapítványt vagy az óvodákat a közösségi szolgálat teljesítésére. Az adatok áttekintésére egy külön programot hoztak létre a gimnáziumban. 2011-ben a köznevelési törvény bevezetésével minden iskola szembesült azzal, hogy újabb óriási adminisztratív munka hárul rájuk, és az első évben kicsit kiismerhetetlen volt ez a helyzet mindenkinek, ezért a következő tanévtől indult el a próbálkozás, hogy ki kell alakítani egy jól működő informatikai háttér programot, ami segíti az iskolai adminisztrációt, és ez a Nyíregyházi Vasvári Pál gimnáziumban megtörtént.
ez az informatikai program az iskola honlapján érhető el a közösségi szolgálat menüpontban. A közösségi szolgálatot célszerű a 11. évfolyam végéig teljesíteni, hogy az utolsó évben az érettségire tudjanak készülni a tanulók. A végzős vasváris diákok 95%-a már befejezte az 50 órás közösségi munkát. Második hazai meccsét is megnyerte a Massó Nyíregyháza. A férfi kosárlabda bajnokság harmadik fordulójában lejátszott mérkőzésen Sitko Ernő együttese 84-78-ra győzött a Pécs ellen. A nyíregyháziak a következő fordulóban Szolnokon lépnek pályára. A vendégek kezdték jobban a mérkőzést, bő 3 perc elteltével 12-4-es pécsi vezetésnél már időt kellett kérni a Sitko Ernőnek. A folytatásban aztán átvette az irányítást, majd a vezetést a hazai csapat, amely 4 pontos előnnyel vonulhatott a nagy szünetre. A harmadik negyedben már 16 ponttal is vezetett a Nyíregyháza, ebből az előnyből 13 megmaradt a záró 10 perc kezdetére is, azonban a Pécs egy 13-0-ás rohammal kiegyenlített. A házigazda viszont újítani tudott, és a végül 27 pontig jutó Krisztanovics vezérletével második győzelmét érte el Sitko Ernő együttese. A Pécs egy szervezett kosárlabdát játszik, ellenük mindenképpen más a támadó játékunk, illetve más ellenük játszani. Ez egyik, a másik pedig már láttak minket játszani, úgyhogy bizonyos dolgok arra fel tudtak készülni. De nagyon örülök annak, hogy sokszor megtaláltuk a következő opciós lehetőséget. Ugye a játékaink úgy vannak felépítve, hogy valamilyen célt el szeretnénk érni vele, majd ha azt a célt levédekezik, akkor mindig van második, harmadik, negyedik opció. És örülök annak, hogy a második opciókat már elővettük. A következő mérkőzésen majd elő kell venni a harmadik és a negyedik opciókat, majd utána pedig új játékokat tanulni, hiszen tovább előre kell lépni, mert mindenki készül ellenünk, és mindenki tudni fogja, hogy milyen játékot játszunk. A pécsiek edzője szerint csapata sokat hibázott, így nem is lehetett más végkimenetele a mérkőzésnek. Az első fél időben is könnyen engedtük, hogy a Nyíregyháza megfordítsa a mérkőzést a szünetre, és nagyon sokat hibáztunk olyan könnyű helyzetekben, mint az ittszerek és a büntetők. Ugye a harmadik negyedben egyszerűen nem találtuk támadásba ritmus, de ez nem is lett volna akkora gond, hogyha a védekezésünk működött volna, és hamar 15 pontos előnyt szerzett a Nyíregyháza, és utána viszont pont a védekezés szigorítása miatt visszatudtunk jönni a mérkőzésbe, de hát a Nyíregyháza annál sokkal jobb csapat, amikor 16 pontról visszajövünk, akkor azt tudjuk esetleg tartani és nyerni tudjunk mérkőzést. A nyíregyházi csapatban először lépett pályára kezdőként Busz Iván, aki 10 ponttal, 10 gólpasszal és 8 lepattanóval vette ki részét a győzelemből. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem voltam ideges, bár Ernő úgy közölte nekem edzés végén, hogy nehezen rágódj, vagy nehezen adja egész délután. Hát az egész délután nem is, de 80%-án ezen agyaltam. Idegesen is kezdtem, de volt ott egy 3 pontos, ami úgy érzem megnyugtatott, meg hogy az egész csapat idegesen kezdett kicsit, valami 9-2 is volt, ami 10-2, aztán fokozatosan visszajöttünk, és átvettük az irányítást a találkozó felett. A forduló további eredményei Szombathely Sopron 79-75, Zalaegerszeg Kaposvár 88-68, Atomerőmű Szolnok 3-szori hosszabbítás után 118-107, Körment Kecskemét 93-57, Szeged Jászberény 91-67 és Albafehérvár Mavsz 93-49. 3 forduló után az atomerőműese és a Körment 100%-os, a Marsó Nyíregyháza 2 győzelemmel és 1 vereséggel a 6. helyen várja szombati szolnoki vendégjátékát. Szerdán a labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulójában az NB1-es Békés Csabát fogadja a Kisvárda Masztergód. A mérkőzés 14 órakor kezdődik a Várkerti pályán. A várdaiak szombaton felkészülési meccsen 4-0-ás vereséget szenvedtek Debrecenben. A hétvégén a válogatott Európa-bajnoki selejtezője miatt nem rendeztek fordulót az NB1-ben és az NB2-ben, így a csapatok felkészülési mérkőzéseken léphettek pályára. A Kisvárda Debrecenben hangolt a Békés Csaba elleni kupameccsre. A találkozó 4-0-ás hazai siker született. A második fél időben az a sor játszott, akik a bajnoki mérkőzéseken többet vannak a pályán. Az első fél időben több olyan egyéni hibát követtünk el, amiből gólt kaptunk, illetve 2-t, azok sajnos azt kell mondanom, hogy nagy hibák voltak. Ami egy kicsit elkeserített talán annyi, hogy nem igazán éreztem mindenki azt, hogy be akar kerülni a bajnoki mérkőzéseken kezdő csapatba.
A második félidőben is megvoltak a lehetőségeink, több lehetőségünk volt egyébként, mint a Debrecennek, nekünk ajtóablak helyzeteink voltak, úgyhogy ez a mérkőzés akár egy vízilabda eredményt is hozhatott volna, de sajnos olyan egyéni hibákat követünk el, amit az ellenfél viszont nagyon keményen kihasznált, és így megnyerte ezt a mérkőzést. Ezen a héten két meccset is játszik a Kisvárda, szerdán Magyar Kupa mérkőzésen a Békés Csabát, szombaton bajnokin a Dunói Város fogadja Sós Imre együttese. Hát számunkra mindenféleképpen a bajnoki mérkőzés élvezi a prioritást, tehát a Dunói Város elleni hétvégi mérkőzés az, ami a csapat életében a legfontosabb. Nem szeretnénk természetesen elmenni a Magyar Kupa találkozó mellett sem. Itt inkább azok a játékosok fognak szerephez jutni, akik kevesebbet játszottak eddig, hogy éles mérkőzésen is bizonyítsák azt, hogy helyük van a csapatba. Én nagyon remélem, hogy felveszük a kecsit a Békés Csabával, és a kilátogató szurkolók egy jó meccset fognak látni. A Kisvárda Békés Csaba mérkőzés szerdán 14 órakor kezdődik a Várkerti pályán, a Kölcsey Televízió nézői pedig csütörtökön 20 óra 25 perctől láthatják a találkozót. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. A fiatal gazda pályázat nyertesei október 21-ig adhatják be kifizetési kérelmeiket a mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatal webes felületein. A kérelmek beadása előtt mezőgazdasági vállalkozóvá kell válniuk a nyerteseknek, amire elektronikus ügyfélsegéden keresztül van lehetőségük. 25%-kal nőtt a lakáseladása a tavalyi évhez képest Nyíregyházán, derül ki az egyik ingatlan közvetítő iroda felméréséből. Nem csak a darabszám emelkedett, az ingatlan árak a tavalyihoz képest 15%-kal magasabbak, átlagosan 160 ezer forint a négyzetméter ár. Családok átmeneti otthona épült Vaján, a beruházást egy gazdasági társaság valósította meg uniós forrás bevonásával. Az új intézményben olyan kisgyerekes családokat tudnak elszállásolni, akiknek a lakhatása valamilyen ok miatt veszélybe került. A Kölcsey Televízió híradóját látták hétfőn. A legfrissebbekkel kedden este jelentkezünk, híreinket addig is megtekinthetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós, párás időre számíthatunk, de a mai csapadékos időt okozó ciklon éjszakára elhagyja térségünket. Holnap délután már egy újabb légörvény érkezik felénk, nedves, de enyhébb léghullámokkal. Éjjel átmenetileg felszakadozik, csökken a felhőzet, párássá, ködössé válik a levegő helyenként szitálással. De a változó irányú szél gyenge marad, reggelre általában 3 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben erősen felhős lesz az ég, eleinte köd várható, de később is párás marad a levegő. Kisebb eső, szitálás előfordulhat, de nagyobb mennyiségű csapadék nem valószínű. Délutára 11 fokig emelkedik a hőmérséklet, holnap meleg fronti hatásra kell számítani. A következő napokban is marad a borongós időjárás, szerdán estétől csütörtök délutánig ismét jelentősebb mennyiségű esővel. Azonban ezzel együtt is melegszik az idő, enyhébbek lesznek az éjszakák, és kissé erősödik majd a nappali felmelegedés.